Nem az eredmény, hanem a részvétel, a minél több játék a lényeg. Ez a mottója annak a kezdeményezésnek, amelyet a Honi Jégkorong Szövetség indított útjára, mégpedig azzal a céllal, hogy a lehető legtöbbet legyenek jégen a sanyarúbb körülmények között készülő egyesületek fiataljai. Nyíregyházán negyedik alkalommal rendezték meg az egynapos tornát, amelyen 5 csapat mért össze tudását. Az eredményeket hivatalosan nem számolták, de ahol 10 éves srácok vetélkednek, alig lehet tét nélküli meccsekről beszélni. Ezek a srácok a jégkorongból még csak azt tudják, hogy van egy fekete pak és azt kell kergetni, de egyelőre itt csak ez a szempont gyakorlatilag. A korcsolyázó tudás, egy kis küzdeni tudás, egy kis meccselés, ez a lényege az egész tornasorozatnak, hiszen az eredményt sem kell számolni, jegyzőkönyv sem készül, persze a gyerekek számolják, de hát ez így normális, és hát a fejlődésüket mindenféleképpen szolgálja. Egy budapesti vagy egy székesfehérvári gyerek elkezd augusztus közepén korcsolyázni, mi elkezdünk november közepén, tehát ő már novemberben ott tart, ahol most a mi gyerekeink. És hát ugye ez a hátrány, ez azért nem is dolgozódik le, sokkal több jégidővel rendelkeznek, jobb feltételekkel. De egyelőre azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy mozogjanak a gyerekek, legyenek nálunk is gyerekeink, akiket meg is tudunk tartani a jégkorongnak. Ezek a tornák is ezt szolgálják, valamint egy új kezdeményezés a Jégkorong Szövetség keretein belül egy regionális bajnokságot indítottunk el, ahol a kis egyesületek, a rosszabb körülmények között dolgozó egyesületek csapata indulnak el, többek között például mi is. Amíg tart a szezon, a nyíregyháziak a többi csapathoz hasonlóan igyekeznek minél több alkalommal jégre lépni. Ez a korosztály, az U10-es korosztály, aki most itt jelen van, még ebben az évben 3 tornán fog részt venni. A záró torna az Káposztásmegyeren lesz a Jégpalotában, ahol 30-40 U10-es csapat lesz jelen, és még mi is fogunk rendezni még március közepéig még egy tornát itt. A jövő héten ugyanitt a soron következő regionális bajnoksági fordulót mi rendezzük, és aztán majd 2-szer megyünk Budapestre. Ez a nagyobb gyerekeknek szól, a 10 év felettieknek. Itt vegyes csapattal játszunk egyébként a speciális szabályok szerint. És a felnőttek holnap mennek Kazincbarcikára egy tornára, a szokásos kazincbarcikai megmérettetésre, és még lesz nekik is még 2-3 fellépésük az idényben. A felnőttek a második helyet szerezték meg Kazincbarcikán a házigazda csapat mögött, a kicsik pedig, bár hivatalosan nem hirdettek eredményt, 2 győzelemmel és 2 vereséggel szintén másodikként zárták a szombati mini tornát.